a figyelmet, hogy mindenki ugye tartsa a közlekedési szabályokat, jó? Tehát így van, kerülőbiztonságért, hogy be kell kötni, a láthatósági dolgokra kell még figyelni, mert ugye jön az őszi-téli átállásos időszak, amikor ugye fontos a gépjárműnek a világító berendezés, ezt elindulás előtt mindig ellenőrizni kell, jó? Tehát, hogy működik-e, nem vakítja el a szembejövőt, jó? Valamint ugye a reflektor is teljesen a rendeltetés szerűen üzemelő a gépjárműnek. A megváltozott út és látási viszonyokra, mivel téli gumicserére így van, ugye 7 fok alatt már ezt javasolják a szakemberek, hogy majd cserélni kell, valamint ugye ez a nyálkás, ködös, csúszós úttest majd, ami ugye itt jönni fog az elkövetkezendő időben, hát erre szeretnénk felhívni a közlekedőknek a figyelmet, és nem csak a műszaki állapotát a gépkocsinak, hanem saját magunkat is fel kell készíteni majd erre a megváltozott útviszonyokra, például úgy, hogy ugye október a látás hónapja, a látásunkat elhelyeztetni. Nem árt egy szakemberrel, és akár szemüveget használni, hogyha azt tudom. Viszontlátásra!